Óriási szeretettel köszöntelek benneteket, Kadi Fatiha vagyok, torta designer. A mai adásunkban ismét hozok nektek egy nagy klasszikust, amit már nagyon sokan kértetek tőlem, a klasszikus kakaós piskótát. Nekem van egy kedvencem, amit szoktam használni, nagyon szaftos, olyan, mint a vaníliás piskóta, amit már nagyon sokan megnéztetek, és ezúton is szeretném megköszönni nektek a követéseteket. Remélem, hogy ez a recept is elnyeri a tetszéseteket, nem bonyolult. Látni fogjátok a pontos alapanyagokat a videó alatt, és már most ajánlom, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek, és köszönjük a lájkotokat is egyben. Nézzük az alapanyagokat. 18 centi átmérőjű tortakarikát fogunk most használni, tehát nem a nagy családi 16 szeletes tortának megfelelőt, hanem 10 szeletesre fog ez kijönni. Értelemszerűen, hogyha 16-osat szeretnétek, meg kell duplázni az alapanyagot. Szükségünk lesz természetesen tojásra, kakaóra, cukorra, lisztre, olajra, egy kis sütőporra, és van egy alapanyag, amit nem mindenki szokott használni, egy pici joghurt. Ettől még szaftosabb lesz a tésztánk, imádni fogjátok, garantálom. Akár robotgéppel dolgoztok, akár kézi habverővel, mind a két módon természetesen működik a dolog, annyi, hogy nem kell folyamatosan ugye tartanunk a gépet, ne aggódjatok, nincs e között különbség. Az első dolgunk nem más, mint természetesen a tojásfehérjét elválasztjuk a tojássárgájától, majd elindítjuk természetesen a gépet olyan közepes fokozaton, és apránként hozzáadjuk a cukrot. A cukor után pedig jön a tojás sárgája egyesével hozzáadjuk, illetve a folyadékos alapanyagaink következnek. Közben elindíthatjuk a sütőt, egy 200 fokra nyugodtan előmelegíthetjük, tehát ebben az esetben szintén előmelegített sütőre van szükségünk. 180 fokon fogjuk majd sütni a piskótát, de eleinte jó a 200. Ha úgy látjátok, hogy az edény oldalára csapódott sok alapanyag, akkor nyugodtan álljatok meg, és egy spatulával szedjétek le az oldalát, hadd keveredjen össze szépen minden. Mint láttátok, egymás után adagoltam hozzá az alapanyagokat, most a kakaó következik, és utána szoktam a lisztet hozzáadni. Ugye említettem, hogy a joghurt szaftosabbá teszi, de fontos tudni a kakaós piskótáról, hogy mivel 22%-os kakaót használunk, én mindig ezt szoktam használni, amikor sütök, nyilván gazdagabb ízvilágú. Akár egy tipp, ilyenkor hozzáadhattok egy fél deci főzött kávét, ugyanis a kávé erősíti a kakaónak az ízét. Ha gyermekeknek csináltok tortát, akkor nem biztos, hogy erőltetni kell, hogy nehogy jobban fölpörögjenek, de ez egy apró tipp, kicsit a kakaót segíti a kávé. Ebben az esetben, illetve tudnotok kell, hogy amikor kakaós piskótát csináltok, sokkal zsírosabb a tartalma a kakaó miatt is, nem fog olyan nagyon magasra feljönni, mint a vaníliás piskótánk, tehát ezzel számolnunk kell. Ez a kakaó jó minősége miatt van. Látjátok a felvételen, hogy nem egy folyékony, nagyon-nagyon folyékony állagot kell, hogy kapjatok, de nem is annyira tömöttet, ami ugye mutatja, hogyha esetleg sok a liszt benne, a kettő között.
Tehát érzed, hogy van tartalom benne, a liszt szépen megy, a kakaó ugye összefogja a tésztánkat, de mégse az a folyós, tehát a kettő között kell szépen eltalálnunk. Egy alufóliával kibélelt karikám van nekem ebben az esetben, de természetesen ugye léteznek különböző csatos formák. Egy a lényeg, 18 centi átmérőjű, a sütő elő van melegítve szépen, és olyan gyorsan próbáljuk belerakni a piskotát, illetve, bocsánat, a tésztát, amilyen gyorsan csak lehet, tehát ne csurgassuk. Beraktuk a sütőbe, addig esetleg foglalkozhatunk a krémekkel vagy a díszítő elemekkel. Azt kell tudnotok erről a piskótáról, hogy egész nyugodtan bármilyen típusú tortát készíthettek belőle, akár ugye szimplát, emeletes tortát, vagy akár formatortát is. Nem igazán szoktam én ezt variálni ebben az esetben. A szaftossága miatt majd meglátjátok, önmagában is szívesen ennétek, úgyhogy tuti, hogy ízleni fog, próbáljátok ki. Úgyhogy most egy picikét várom, hogy megsül. Kisült az isteni kakaós piskótánk, nagyon jó illata van. Amit szerettem volna mindenképp elmondani nektek, puposka volt a sütőben, ahogy kiszedtem, láttam is, hogy pupos. Itt egy trükk, nem feltétlenül kell hagyni úgy, ahogy van, hogy kihűljön és levágjuk a tetejét, bár ez is egy módszer, nyilván, hogy egyenesbe hozzuk a piskótánkat, de tudnotok kell, hogy amikor így frissen kiszeditek a sütőből, még manipulálható a piskóta, ami azt jelenti, hogy ergo kicsit fejre is állíthatjátok, hogy lapos legyen, vagy, mint ahogyan én is tettem, fogtam egy nagy evőkanalat, és egy picikét elkezdtem nyomkodni a tetejét, próbáltam visszanyomni, hogy szép egyenes felületet kapjak, így is nyerünk ugye plusz mennyiséget, nem fogjuk levágni, és nem fogjuk ugye külön megrágcsálni, vagy kidobni esetleg, úgyhogy lehet manipulálni ilyenkor, amikor egy picikét ugye gömbölyű a tető, ne essetek pánikba. Hagyjuk egy picikét szobahőmérsékleten, hogy kihűljön, mert sokszor látok olyat, hogy ilyenkor nagyon hamar ki akarják vágni a tortakarikából, hogy minél gyorsabban ugye kihűljön, nem tesz jót neki, ugyanis ha nagyon hamar körbevágod, kicsit olyan, mintha megerőszakolnánk a piskótát, hagyd egy picit kihűlni, ugyanis ha nem teszed, akkor egy picit az oldala besüpped. Nagyon puha, nagyon friss ilyenkor, hagynunk kell, hogy egy szépen kicsit megszívja magát, picikét kihűljön, jó? Utána tudsz vele dolgozni, akkor érdemes csak körbevágni. Úgyhogy szépen lenyomkodod, vársz, még kihűl, körbevágod, és utána lehet vele dolgozni. De esetleg még egy plusz dolog, hogyha van időd, nem feltétlenül kell aznap megsütnöd a piskótát, amikor a tortát, úgy ahogy van, megkreálod, hanem egy nappal előtte hacikadjon még jobban, mert jót tesz neki, hogy egy picikét ugye áll, mielőtt betöltöd a tortát, ezt ne feledjétek el. Úgyhogy bízom benne, hogy ízleni fog, meg tudjátok csinálni. Ne felejtsetek el kommentelni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyrészt hogy ízlik, és hogy tudjátok megvalósítani ti is otthon, úgyhogy kövessetek a következő adásban is. Várlak nagy-nagy szeretettel, sziasztok!